Korai fejlesztő foglalkozáson vesz részt ez a kislány Kemecsén. A járásban működő pedagógiai szakszolgálati tagintézmény szakembere foglalkozik a kisgyermekkel, aki korai fejlesztésre szorul. Óriási előrelépés ez, hiszen eddig más szervezeteknél esetlegesen a lakóhelyüktől távol kapták meg a speciális fejlesztő órákat a gyerekek. A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartója a megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézményeinek, a megye 13 járásában nyújt szeptembertől lehetőséget intézményesített keretek között a gyerekek szakszerű fejlesztésére Nyíregyházán, Baktalórendházán, Csengerben, Fehérgyarmaton, Ibrányban, Kemecsén, Kisvárdán, Mátészalkán, Nagykállóban, Nyírbátorban, Tiszavasváriban, Vásáros és Záhonyban. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépés, hogy a tankerületi központ is látja ennek szükségességét. Ebben a tanévben, szeptemberben új státuszokat kaptunk, kimondottan a korai fejlesztésre. Gyógypedagógusokat és pszichológus kollégákat tudtunk felvenni erre a feladatkörre, illetve volt most egy kis maradványunk az évi költségvetés elszámolásánál, ahol eszközöket is sikerült vásárolnunk. Szép lassan, de folyamatosan azt gondolom, hogy ezek a feltételek is kezdenek már teljesülni. Korai fejlesztésre azoknak a gyerekeknek van szükségük, akiknek a fejlődése eltér a vele azonos korúakétól. A különbséget akár több fejlődési területen is lehet tapasztalni. A mozgás, az értelmi, az érzelmi, a szociális fejlődés, a hallás és látás, valamint a beszédfejlődés terén. A gyermekvédelmi törvény minden szülő számára előírja, hogy kötelező együttműködni a védőnőkkel, akiknek fontos szerepük van abban is, hogy időben felismerjék, ha egy kisgyermek speciális fejlesztés. Szorul. A szűrővizsgálatok, amik egy kicsit változtak, bővültek szeptember 1-től, részletesebbek, illetve kibővültek szülői megfigyelésen alapuló kérdőívekkel is. Ennek az a célja, hogy a szülők ismeretei bővüljenek a gyermekeikkel kapcsolatban, illetve segítsék a házi gyermekorvosok, illetve a védőnők munkáját. Abból a célból, hogy az elváltozásokra időben fény derüljön. Tehát ezek a vizsgálatok részletesebbek, több mindenre kiterjednek, illetve a szülőket is bevonjuk ebbe a szűrési folyamatba. A korai fejlesztésben a hátrányok leküzdésére egy tervszerűen felépített fejlesztő programot állít össze a gyógypedagógus, a logopédus és a gyógytornász. Az enyhébb lemaradással vagy fogyatékkal küzdő gyerekek később sikerrel integrálhatók iskolakezdésre.